az én babám egy fekete nő, a szeme fénylő fekete kő, fekete fajú, fekete hajú, tudom, hogy boldog, akit megöl elő. Kedves és tisztelt nézőim! Kádár Almáinál hagytuk abba legutóbb, amit a magyar pártvezető Hruscsovnak küldött megbuktatását követően. Némi húzavona után Hruscsov meg is kapta ezt a bizonyos doboz magyar almát, de érdemben egyáltalán nem reagált erre. Csoda, hogy ezek az almák egyáltalán átjutottak a házi őrizeten. Hruscsov megbuktatását követően ugyanis teljesen lecserélték az őrséget, új őrök jöttek, és az elején rengetegen voltak Moszkvában is, nyaralójában is. Szóval nagyon félt az új, Brezsnyev vezette szovjet legfelső grémium a megbuktatott Hruscsovtól. Tartottak attól, hogy a náluk nagyobb politikai tapasztalattal rendelkező Nyikita Szergejevics akár még házi őrizetéből is felkavarhatja az álló vizet. Pedig Hruscsovnak esze ágában sem volt felvenni velük a küzdelmet. Totális megfigyelés alatt tartották. Ahogy Hruscsov egyszer felháborodva megállapította, annyi a poloska a házban, hogy még szellenteni sem tud az ember nyugodtan. Utcai Spiclik hada követte az egész Hruscsov családot, és kevés számú megmaradt hívét. Nem csoda, hogy Hruscsov súlyos depresszióba zuhant, és gyakran órákon át csak sétált vagy autózott, persze nem akárhová, hiszen ezt is ellenőrzés alatt tartották. A házi őrizet alatt álló politikus rendelkezésére állt ugyan egy fekete zílautó, ám csupán akkor és odautazhatott, ahova és amikor a Hruscsovot felügyelő KGB csapat parancsnoka engedélyt adott. Még 1964. október végén volt egy hatalmas ünnepség a Vöröstéren az éppen visszatért szovjet űrhajósok számára. Az egész ország erre figyelt, de Hruscsov még a tévében sem akarta ezt látni, így felkerekedett, hogy leautózzon vidéki dácsájába. Az út azonban a Vöröstér felé vezetett, és az őrség jelentette, hogy Hruscsov épp az ünnepség felé közeledik. Brezsnyev pánikba esett. A moszkvai amerikai követséget is rendőrautók kordonja vette körül ezekben a hetekben. Nagyon tartott Brezsnyev és vidéke, hogy Hruscsov beosson a nagykövetségre, és ott valami felhívást intéz a világ közvéleményéhez és a szovjet lakossághoz. Ez persze fantazmagória volt. Brezsnyev az űrhajós rendezvény nyomán intézkedett, hogy másnap költöztessék ki Hruscsovot vidékre. Moszkvában ugyanis túl közel volt. A szovjet lakosság inkább örömmel, olykor közönösen fogadta általában Hruscsov bukását. Igaz, szabályos, mai értelemembe vett közvéleménykutatás akkoriban nem készült erről. Utólagos felmérések, ilyen empirikus élmények nyomán szűrték le ezt a kutatók. Annyi tény, hogy a levéltárak tele vannak Moszkvába a Hruscsovot gúnyoló versikékkel, karikatúrákkal, és maga Brezsnyev szólt munkatársainak, gyűjtsék ezeket össze neki. Boldog volt, ha ilyesmit látott. Az 1960-as években Moszkvában jártam fiatal diákként, és a Lomonoszov Egyetem egyik kollégiumában laktam. Szobatársam, egy ilyen állandóan viccelődő, mosolygó kazah fiú, egyik este ilyen sátáni kacajjal képes volt átadni nekem egy Hruscsovot gúnyoló versikét. Nyomban le is fordítottam magyarra, annyira tetszett. Fél Európa rötyög rajtunk, megbukott a kis öreg. Jó 10 évig hajbókoltunk, munkanapon s ünnepnapon, nyaldosva az ülepet. Se baj, pártunk legyen áldott, ajánl másik valagat, tőlük felkophat az állunk. Nem ment fel a vodka ára, ettől leszünk boldogak. Ezek a csasztuska-szerű rigmusok igen népszerűek voltak még mindig, még Hruscsov bukása után jóval a Kreml urai körével. Más kérdés, hogyha valaki képes volt
ezt elszavalni, és többen meg is tették, mondjuk sorban állva, vagy egy boltba, vagy egy kávézóba, és ott voltak történetesen a titkos rendőrök, elkapták az illetőt, és kaphatott akár 3-5 esztendő gulágot. Hát ilyen volt az élet. Amúgy hivatalosan nagyon keveset tudtak Hruscsov leváltásának körülményeiről a Szovjetunióban. Más alkalommal Béria kivégzéskor, a Molotov-Malenkov féle csoport bukásakor voltak ilyen nyílt levelek a párttagsághoz, akár csak 1956-ban a magyar forradalom leverését követően. Most hallgatás övezte az egészet, és tény, hogy a szovjet vezetés nagyon félt attól, hogy akadnak emberek, akik kiállnak majd Hruscsovért. Több gazdasági vezető és pártfunkcionárius, többek között Ukrajnában és Leningrádban fontolgatott is valamiféle ellenlépést. Ám a tapasztalható közhangulat hatására letettek erről a szándékukról. Akadtak köztük olyan bátor emberek, akik biztos, ami biztos, inkább befeküdtek a moszkvai Kreml kórházba, hogy ott várják ki a fejleményeket. Az új vezetés félelmét az elején a Párizsból érkező furcsa hírek is táplálták. Szergej Vinogradov, az ottani szovjet követ, táviratozott Moszkvába, a külügybe, és ez azonnal Brezsnyev asztalára került ez a távirat, hogy a francia párt egyik vezetőjét, az egyik este, Raymond Guyot felkereste egy úgymond szovjet kiküldött. Felmutatta a szovjet útlevelet, és azt mondta, hogy Párizsba a Sztálin ellenes erők nevében érkezett, ők tiltakoznak Hruscsov törvénytelen leváltása ellen, Hruscsov rengeteget tett a Sztálin kultusz lerombolásáért, felszólítja, ezt mondta, felszólítja a francia kommunista pártot, hogy adjon teret ezeknek a titkos szovjetunióbeli véleményeknek, és ők is tiltakozzanak Hruscsov leváltása ellen. Az orosz kiküldött egy levelet is átadott Guyotnak, amelyből világossá vált, Hruscsovnak még maradtak hívei a szovjet nomenklatúra köreiben. A francia párt vezetésében több főállású szovjet ügynök működött, ennek ellenére a testület mégis napokon át zárt ajtók mögött ülésezett a váratlan felkeresés kapcsán. És csak miután felmérték, hogy a Brezsnyev-Koszigin páros ura a helyzetnek, a francia kommunista vezetés szürke eminenciása Gaston Plissonnier átadta az inkriminált dokumentumot a szovjet követség egyik tanácsosának. Brezsnyev később elzárta az egész levelezést tulajdonpáncélszekrényébe, és a dolog ezzel el is halt. Moszkvai levéltári kutatásaim során nem is olyan rég felfigyeltem egy ilyen kockás iskolai füzetből kitépet fecnire. Ezen az szerepelt, mégpedig Brezsnyev írta, hogy milyen juttatásokat ajánl ő Hruscsovnak a megbuktatását követően. A nyugdíj összege 500 rubel legyen. Kaphat élelmet a Kreml zárt elosztójából. Átköltözhet egy nyaralóba. Kerítsünk neki egy lakást a városban. Kaphat egy személyi autót is. Szóban közölni a titkáraimmal, nehogy új autó legyen. De később Brezsnyev úgy érezte, túl bőkezű ez a felajánlás. A nyugdíj végül csak 400 rubel lett, az akkori szovjet átlagkereset 80-120 rubel körül mozgott. A zárt élelmiszer elosztóból csupán alkalmanként kaphatott a Hruscsov család élelmiszercsomagokat, igaz, jelképes áron. Végül még használt autót sem kapott. Helyette állami kocsit hívhatott magának Hruscsov, ha valahová menni akart. Évek teltek el, amíg Nikita Hruscsov egyre gyakrabban kilátogathatott Moszkvába. Nagy feltűnést keltett a külföldi újságírók körébe is, amikor megjelent egy ilyen nemzetközi virágkiállításon. És elment a Savremennyik színházba is,
amely egy nagyon modern teátrumnak számított akkor Moszkvában, nagyon híres volt, nagyon népszerű, én emlékszem, alig lehetett oda egyáltalán jegyet kapni, és a szünetbe, amikor Hruscsov a fiával kiment a büfébe, óriási sikere volt neki, megtapsolta a közönség. Hruscsov egészen elérzékenyült, hogy még mindig emlékeznek rá. Hruscsov nem véletlenül ment el megnézni Mihail Satrov egyik darabját, amely Leninről és a bolsevik vezetésről szólt. És akkor hangzott el a szünetben ugyanis, mert az igazgató behívta azonnal a saját irodájába, és ott megkínálta ezzel-azzal, akkor hangzott el Hruscsov szakramentális kijelentése, amely percek alatt elterjedt Moszkvában. Buharin és Kamenyev jó emberek voltak. Rehabilitálnom kellett volna őket, de nem voltam elég következetes. És ki is futottam az időből. De térjünk vissza a nyugdíjas Nikita Hruscsov mindennapjaihoz. Az első hetekben, hónapokban szinte senki nem látogatta Hruscsovot, senki nem hívta fel. Anasztász Mikoján, amikor elbúcsozott tőle, valami ilyesmit mondott neki, Mikoján fia mesélte nekem ezt, Szergó, Nikita, én mindig hívni foglak. Hát egyszer sem hívta. Egyszerűen féltek tőle az emberek. De Hruscsovnak volt egy nevelt unokája, ő lányának tekintette, Júlia, és ő egy ilyen bohém, ellenzéki beállítottságú, mondhatom azt, hogy antikommunista meggyőződésű asszony volt akkor már, és rendszeresen hozott Hruscsovnak számizdát, kiadványokat. Ezek között volt Orwell 1984 című antiutópiája. Vélhetően Hruscsov megértette a könyvet, mert azt tudjuk, hogy a könyv nem tetszett neki. Ez már túl erős kritikája volt annak a rendszernek, amelyben ő felnőtt, és aminek építésére feltette az életét. Gépiratot kapott egyszer Júliától Hruscsov, Boris Pasternak Dr. Zsivágo című regényét. Hosszan olvasta, tulajdonképpen unta ezt a regényt, és a végén megállapította, én nem is értem, hogy milyen botrányt rendeztünk a regény körül, kár volt az egészért, nincs ebbe a könyvbe semmi szovjetellenes dolog. Persze Hruscsov nem adta elő a családjának sem, hogy ő állt a Pasternakkal szembeni boszorkány üldözés élén annak idején. Elképesztő, hogy a szovjet vezetés összehangolva ezt a támadást Oroszország akkori legnagyobb költője ellen, milyen kifejezéseket használtak, valami ilyesmit mondottak rendszeresen, nyilvánosan a rádióban is elhangzott, hogy Pasternak nem más, mint a sárban heverő disznó, de még annál is rosszabb. Nekem sok családi vonatkozású ilyen Pasternak relikvián van, kéziratai, levelei, fényképei otthon, és én arra gondoltam, hogy mivel állandóan tanulmányoztam éveken át a Pasternak ügy részleteit, sorozatunkban még egyszer visszatérünk erre. A könyv 1957-es külföldi megjelenése nyomán Pasternakról a legdurvábban beszéltek a szovjet vezetők. Miután megkapta az irodalmi Nobel-díjat, Hruscsov megfenyegette, hogy elveszik tőle a szovjet állampolgárságát és száműzik az országból. Ez a boszorkányüldözés felgyorsította Boris Pasternak 1960-ban bekövetkezett halálát. Egyszer beszélgettünk Ráda asszonnyal, Hruscsov lányával Moszkvában Pasternakról. Én elmondtam, hogy a nálam lévő kéziratokból látszik, hogy a hajsza alatt még Pasternak írása is megváltozott. Mennyire összetört ez az ember. Nyilván Hruscsov tudhatott erre. Mondja, az édesapjának volt a lelkiismeret fordulása Pasternak miatt, úgy óvatosan, de mégiscsak megkérdeztem Hruscsov lányát. Ő érdekesen felelt, egy orosz régi 18. 19. századi
közmondást idézett. Ki tudja, a más ember lelke setét verem. A szovjet festők közül többen felkeresték Hruscsovot. Érdekes módon pont azok a művészek mentek el hozzá, akiket a legdurvább szavakkal alázott meg 1962-ben a Manézsban. Hruscsov mélyen meghatódott a látogatásoktól, és őszintén megkövette mindannyiukat. Köztük volt Boris Zsutovszky, aki érdekes portrét készítette találkozó nyomán Hruscsovról, és elment az orosz modern művészek főmentora Eli Beljutin is. Ő és a tanítványai voltak a fő célpontjai a Manézs botránynak. De fogadta Hruscsov az olvadás korszak, vagyis a hruscsovi korszak legnépszerűbb költőjét, Jevgenyi Jevtusenkot is. Jól elbeszélgettek, Jevtusenko rendkívül nyájas volt, de pár nap múlva behívják őt a KGB székhelyére, a Lubjánkára, és jól megmossák a fejét. Jevtusenko viszont olyan volt, mint egy angolna, mindig kicsúszott mindenki kezéből. Arra hivatkozott, hogy őt mint írót, mint költőt nagyon érdekelte világéletében a bukott politikusok lélektana. Azért ment el mindössze Hruscsovhoz. A korszak másik nagy költője, talán nem olyan népszerű, mint Jevtusenko, de sokkal mívesebbek a versei, Andrei Voznesenszky, hiába invitálta meg őt Hruscsov, nem mert elmenni hozzá. Holott Hruscsov bocsánatot akart tőle kérni, mivel megalázta egyszer, meg is van az a fénykép felvétel, hogy üvöltözik, hogy rázza az öklét. És mivel Voznesenszky nem mert elmenni Hruscsovhoz, ő bocsánatot kért tőle úgy, hogy elküldte hozzá az unokáját. Bocsánatot kérek Andrei magától, általában az íróktól, a művészektől méltatlanul viselkedtem, többször is. A hatóságok végig nem vették jó néven, ha valaki felkereste Hruscsovot. Amikor Viktor Szuhodrev, sok éves tolmácsa, beugrott hozzá csak úgy egy teára, akkor szinte másnap hivatják a külügy sajtóosztályára, és ott nyíltan megkapja a dorgálást, nehogy betérjél még egyszer Hruscsov lakásra, akár véletlenül, akár ha az öreg telefonál neked. Hruscsov kedvenc űrhajósa Jurij Gagarin elemben vállalta először, hogy megkeresi Hruscsovot, ragyogott az arca, amikor megkapta a meghívót. Boldog vagyok, elmegyek. És pár nap múlva mégis lefújta ezt a vizitációt, valami ilyesmit mondott. Nem ilyen idők járják. Fekete gyöngykor van a nyakám, fekete testét csak a banán, piros, mint tűz a szája, a Charleston úgy viszálja, az én kis fekete babám. Josephine Baker az ismert amerikai varieté díva a 20-as években vált híressé banánszoknyás félmeztelen táncával. A sokak szerint csekély tehetségű hölgy nem remélhetett nagy karriert hazájában, azonban szó szerint kendőzetlen megjelenésével Franciaországban sztárrá válhatott. Mindemellett jó lelkű aktivista volt. Ezen felül 12 különböző bőrszínű gyermeket fogadott örökbe, ezzel mintegy előzményévé vált az Angelina Jolie és Brad Pitt által is követett divatnak. A korabeli belügyi aktákban fennmaradt Josephine Baker baráti együttérző távirata, amit a leváltott Hruscsovnak írt. A kor nagy zongora művészével, Emil Gilelszel folytatott személyes beszélgetése is fennmaradtak a KGB füleinek köszönhetően. Gilelszt még Sztálin fedezte fel a 30-as években. Ő a rendszer kegyeltje volt, de Hruscsovval semmilyen kapcsolatban nem állt korábban. Szíve mélyén azonban tisztában kellett, hogy legyen a rendszer bűneivel. Nagyra becsülte Hruscsovot, amiért ő kinyitotta a lágerek kapuit. Emil Gilels részéről ez a látogatás bátor kiállás volt Hruscsov mellett, amivel ki is vívta az új vezetés haragját. A kényszernyugdíjazott Hruscsov sokáig nem találta helyét ebben az új helyzetben.
Órákig sétált, vagy csak bámult maga elé, kihunyt a fény a szeméből. Miután csalódott az emberek többségében, némi vigaszt talált újdonsült barátaiban, Arbat kutyájában és Kavában, a varjúban, akit még beszélni is tanított, igaz, csak oroszul. Amikor egyszer az egyik unokáját megkérdezte az iskola igazgatója, hogy mit csinál a nagyapja mostanában, a fiúcska azt felelte, a nagypapa sír. És valóban, számos forrás szerint, Hruscsov sokáig az eleinte csak úgy ült és sírt. Részben abból a felismerésből keletkezett a súlyos depressziója, hogy rájött, nincs rá szükség senkinek. De mivel szellemileg és fizikailag jó állapotban volt egy idő után, belefogott ebbe-abba. Felesége átvette a családfő szerepét, igyekezett Hruscsovot kézben tartani és elvonni figyelmét a depressziójáról. A pecázás volt az egyik ilyen kísérlet. Pár horgásszakkönyv átolvasása után, a még egykor Walter Ulbrichttól kapott csalikkal, Hruscsov neki is állt a dolognak az Isztra folyó partján. Ám az első sikertelenségek után megállapította. Ülök ott, mint egy idióta, és szinte hallom, ahogy röhögnek rajtam a halak. Ez nem nekem való. Kerti sétái során Hruscsov nyakán ott lógott egy olyan Zenit rádió, nagyon jó minőségű rövid hullámú rádió, amelyet annak idején egy amerikai üzletembertől kapott. Hruscsov kedvenc műsorai az Amerika hangja és a BBC adásai voltak, persze orosz nyelven. És meg volt döbbenve, hogy micsoda információhoz jut. És ez csodálkozva is, majd hogy felháborodva mesélte el környezetének, még az őröknek is, hogy kormányfő koromba nem voltam olyan tájékozott ember, mint most nyugdíjasként. Akár csak aktív politikus korában Hruscsov mindig korán kelt, és átnézte, három lapot nézett, tehát tulajdonképpen átnézte a Pravdát, a moszkvai párt lapot, a Moszkovszkaja Pravdát, és az Izvesztját. Lesújtó volt a véleménye ezekről a lapokról. Ez mind csupa szemét. Miféle propaganda ez? Ki fogja ezt elhinni? Hruscsovot módfelett bántotta a vele kapcsolatos cenzúra. Ő, aki korábban a sztálini típusú cenzúrát alkalmazta másokkal szemben, most kénytelen volt elviselni, hogy vele is ez történik. Felháborította, hogy mindenütt törölték a vele kapcsolatos fényképeket, filmkockákat. Egyik vasárnapi családi ebéden Hruscsov megkérte vejét, Alekszej Adzsubejt, szerezze meg valahonnan hivatalos utazásainak fotóit. De a félős Adzsubej, aki akkor még reménykedett, hogy a Brezsnyev kurzus alatt is pozícióban marad, nem mert utána járni ennek. Holott az archivisták és a fotósok ennyi év után elmondhatom, jó pénzért ilyesmit megtettek gyakran ebben a korszakban, és bevallom, most már tapasztalatból tudom ezt. Hruscsov nyaralóját magas vakerítés vette körül, de még így is szóba tudott elegyedni a környékbeli emberekkel. Később kiskaput vágatott magának, és olykor kiszökött a nagyvilágba. Bejárt az üdülőtelep muzeába és egy közeli szanatórium területére. Jól esett neki, hogy az emberek megállították, és még autogramot is kértek tőle. Politizált is velük, szitta Sztálint és Brezsnyevet. Viszont nagyon szépen nyilatkozott Eisenhowerről, Adenauerről és De Gaulle-ról. Ám Nyikita Szergejevics dühös lett, ha az emberek ilyesmit kérdeztek tőle, hogy nem vette észre, hogy Brezsnyevék le akarják önt váltani. Miért indított olyan kemény hadjáratot az ortodox egyház ellen? Miért csukatott le annyi embert Szovjetunió szerte a magyar 56 után? Egyik lánya Jelena egy szép napon vitt Hruscsovnak egy könyvet a hidropóniáról. A hidropónia a növénytermesztés azon módja, amikor nem földközegben fejlődik egy növény, hanem tápoldatos vizes közegben. Ezt a módszert Hruscsov korábban nagyon nagyra értékelte, és megpróbálta kipróbálni, úgymond saját nyaralójában. Hruscsov terjesztette azt
külföldön is, hogy ő a hidropónia híve, és amikor tárgyalt külföldi politikusokkal, olyanokkal, mint Castro vagy Nasser, népszerűsítette a körökben a hidropóniát, ők persze csak mosolyogtak. Ez a könyv teljesen elbűvölte Hruscsovot, alaposan tanulmányozta, kijegyzetelte, és bele is fogott a gyakorlati megvalósításba. Kedvenc növényei a Szovjetunióban ismeretlen patiszon és az almafa volt. Végre nyugdíjasként belevethette magát a növénytermesztés gyakorlati megvalósításába, és fáradtságot nem ismerve dolgozott a kertben. Kerti munkája során Hruscsov mindenkit befogott, aki csak az útjába került. Lett légyen ez rokon, lett légyen ez vendég, de az őrök között is, jó emberismerő révén, talált olyan vidéki fiúkat, jó érzésű fiúkat, akik hajlandók voltak neki segíteni. Egyedül a lakatos munkát, a fémek megmunkálását, mint egy ifjú korának adózva, Hruscsov maga végezte. Mai tudásunk szerint 1966-tól noszogatta családja Nikita Hruscsovot, fogjon bele az emlékiratok írásába, hogy hogyan jutott ki ez a kézirat külföldre, mi került ebbe a kéziratba be, hát erről majd legközelebb. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black...